Szóval mi azért nem vagyunk ám egy olyan kávéivós dinasztiás család. Nincsen nálunk generációkon átívelő hagyománya a kávéivásnak. Nem vagyunk képesek zacból megjósolni senkinek a jövőjét, és nem teszek úgy, mintha bariszta lennék, aki ismeri a kávénak minden csínyát és binnyát. De egy jó, a szó szoros értelmében vett jó kávé nélkül nekem borzasztó nehezen indul el a napom, és szóval akárhova is megyek, akárhova is vett minket a sors, hát mondjuk idén olyan sok helyre nem vetett, de hogyha vetett volna, akkor is mindenféleképpen gondoskodtam volna arról, hogy reggel meg tudjak inni egy kávét. Tök mindegy, hogy Robival vagyunk Kanadában, vagy éppen nyaralóba megyünk, vagy egy kempingbe, a reggeli kávéivás fertartása az tulajdonképpen elmaradhatatlan része az életemnek. És abban a furcsa, ködös távoli világban, amikor még lehetett utazni, imádtam jó kis kapucsinókat inni Olaszországban. Imádtam café collecézni Spanyolországban. Imádtam inni a Super Galaókat Portugáliában. És hát Amerikában meg, szóval ott szörnyű kávé van, de mindegy, a világ többi részén nagyon jó kávékat lehetett mindig inni. És akkor erre az élethelyzetre jött rá a Filipnek az a kérdése körülbelül egy hónappal ezelőtt, hogy érdekel-e, hogy mit tud egy otthoni csúcskategóriás automata kávéfőző 2020 végén, mert hogy egy tök új modellel jelentek meg, én meg azt mondtam, hogy persze, hogy érdekel, hogy mit tud egy ilyen kávéfőzőgép. Matti! Ugorj! Jól van! Matti is itt van velünk a forgatáson. Szóval ez egy tök új fejlesztésű automata kávégép, ami felül ledarálja a szemes kávét méghozzá kerámia örlővel, hogy az minél tovább éles maradjon, és lehet is állítani, hogy mennyire durvára örülje, vagy mennyire finomra. Aztán a cuccot átnyomja 18 báron, és végül, ha kell, akkor itt van ez a lattego rész, ami tejhabot készít, meg mindenféle ízét csinál a tejből, és ami a legmegfejthetetlenebb rész számomra, szóval szét lehet szedni, ennek az a praktikus oka, hogy könnyű legyen aztán eltisztítani. És ami számomra egészen mostanáig megfejthetetlen talány volt, az az, hogy ebből a tej hogyan jut bele a bögrébe, mert hogyha megnézitek itt a tetejét, akkor szóval ez a luk, ahol kijönne a tej, ez nem luk, mert hogy ez be van nőve. Most kiderült számomra, hogy alul van a luk, és ott cippantja fel valahogy, és játssza át aztán a kifolyóba. És magyarul beszél, szóval be lehet állítani neki a vízkeménységet, amit úgy tudsz megtenni, hogy adnak mellé egy ilyen kis csíkot, és azzal meg lehet nézni, hogy mi a szitu. És hát, mint Magyarországon általában itt is kemény a víz, de az nem baj, az azt jelenti, hogy magas az ásványanyag tartalma, magasabb, mint néhány nagyon-nagyon drága ásványvíznek, amit a piacon forgalmaznak, és ennek megfelelően kell beállítani például a vízkeménységet, aztán azt, hogy milyen kávét akarsz csinálni, mennyi habbal menjene bele, extra sat, ami azt jelenti, hogy ilyen dupla adag kávét nyom bele, hogy még erőteljesebb legyen az íz, hát ezt jó, hogy magyarul is meg lehet csinálni. És zárójeles megjegyzés, de tök jó a kávé, amit készít. Szóval reggel ilyen kicsit opálos tekintettel kimész, megnyomsz rajta néhány gombot, be lehet állítani előre 1-es, 2-es, 3-as és 4-es felhasználóhoz, hogy ő hogyan szereti a kávét, és akkor lefőzi neked úgy, ahogy te azt szereted. És körülbelül egy percnyi zörgés, morgás, fortyogás, röttyögés után ott is van a kezedben egy olyan kávé, ami ennél jó is elindítani a napot. És hát nagyjából ennyi. Menjünk tovább. És nézzétek csak, mi van itt a PC-ben. Ha emlékeztek, a csodálatos fémajtóra, ami a stúdióban volt, a fémajtó most már itt van, meg a rácsok is itt vannak, ugyanis az elmúlt napokban új ajtók és új ablakok kerültek a stúdióra, meg befejeződött a gipszkartonozás, és most már a festés zajlik, ami azt jelenti, hogy hát jövő hét elejére valami hihetetlen áttörésre számítok, amikor is beindul a hideg és a meleg burkolás. Ez azt jelenti, hogy a jövő hét végére, ha minden jól megy, akkor ilyen egészen épületszerű jellege lesz a stúdiónak, és akkor majd lesz mit mutogatni. Most nem megyünk oda, hogy drámaibb legyen a változás, csak akartam mutatni, hogy közben zajlanak az események, úgyhogy izgalmas izgalmakra lehet ott számítani.
napot kívánok! Ezek miből készülnek? Jól látom, hogy ilyen dugóból? Igen, boros és pezsgős dugók. Boros és pezsgős dugók? Igen. Egy pár éve készítem ezeket, a gyerekek is, a felnőttek legnagyobb bőrömére, és nagyon szeretik őket az emberek. És akkor honnan jönnek az ötletek? Már mint hogy annyi minden van is, spongyoboktól elkezdve, rókán át, helikopterig. Igen, ezek nagy kihívások, mert a gyerekek megmondják, hogy mit készítsek el. Tényleg? Lehet igen, rendelni? És kötelező, olyankor nekem azt elkészítem. Van, hogy be másnapra készen van, de olyan is van, hogy hetekig agyalok valamin, és csak akkor lesz kész. Én nagyon szeretem a dínót, a dinoszauruszt, nekem az egyik kedvencem. A malacot, kismalacot, azt viszont elég nehéz megcsinálni, mert túl sok a falicsa vele, de viszont azt nagyon szeretik az emberek. És főleg, hogy jön majd a szilveszter, akkor rengeteget kell belőle készíteni. És hogy mindig itt van? Meg lehet találni, hogyha valaki akarna ilyeneket vásárolni? Hát most már egyre ritkábban, már ugye itt nagyon hideg van a Margit-szigeten, de a Fényutcai piacnál még biztos, hogy ott vagyok. Amíg nem esik, meg nem fúj nagyon a szél, akkor tudja, hogy ott vagyok. És hát a téma, amiről beszélgetni szerettem volna veletek, az az, hogy hát most nagyon úgy fest, hogy a világ vége minden várakozással szemben végül elmarad. Ez nem tuti, de egyre nagyobb az esély rá, hogy el fog maradni. És a világ végét most nem abban az értelemben gondolom, hogy az apokalipszis lovasai majd megérkeznek és felperselik az egész földet, hanem ugye a klímakatasztrófás értelmében, amiről hát mindannyian nagyon-nagyon sokat tudunk, meg nagyon-nagyon sokat beszélünk, és mindannyian tisztában vagyunk azzal, hogy az emberiség az a saját sírját ássa, és azzal a rendkívül sok üvegházhatás növelő gázzal, amit kipüfögtünk, az ipari forradalom óta csak sietetjük a saját kipusztulásunkat, de hogy ez nem feltétlenül van így, és az elmúlt napok eseményei legalábbis abba az irányba mutatnak, hogy akár lehet, hogy ezt megússzuk. Nem, nem megússzuk. Elkerüljük. Na de konkretizáljuk az elmúlt néhány nap eseményeit. Az első ugye az volt, hogy Joe Biden, aki megnyerte az amerikai elnökválasztást, bejelentette, hogy ő vissza fog térni a párizsi klímaegyezménybe, amiből ugye Trump kilépett, és aminek az lenne a célja, hogy hát megakadályozzuk a bolygó további melegedését, és ezt olyan módon lehet megtenni, hogy csökkentjük a széndioxid kibocsátásunkat, és hát Biden bejelentette, hogy 2050-re az Egyesült Államok klímasemleges lesz, ami azt jelenti, hogy hát maximum annyi szennyező anyagot fog kibocsátani a levegőbe, amennyit aztán meg is kör. De hát Amerika önmagában ugye kevés. A másik nagy szennyező az az EU, de hát az Európai Unió meg nagyon-nagyon régen rajta van már ezen a kibocsátás csökkentésen, és a 2050-es határidőt már tök régen bejelentették, és még az is lehet, hogy 2040 lesz belőle, szóval az EU is pipa. De mi van Kínával, Japánnal és Dél-Koreával, azokkal az országokkal, amik iszonyat mennyiségű széndioxidot pöfékelnek továbbra is a légkörbe? Hát az van, hogy a napokban Japán is bejelentette ezt a 2050-et, és Dél-Korea is bejelentette ezt a 2050-et, ami már azt mutatja, hogy a világnak egy jelentős része tart egy irányba, úgyhogy hát egyedül Kína. Kína jelenti a problémát. Elvileg. Gyakorlatilag viszont az elmúlt napokban Kína is egy hatalmasat lépett, amikor is bejelentette, hogy 2030-ig még lassúva, de növekedni fog a kibocsátásuk, viszont onnantól kezdve csökken, és 2060-ra a tervek szerint ők is elérik a klímasemlegességet. Ami egy független klímaszervezet szerint már elégséges lehet ahhoz, mármint hogy ezeknek az országoknak az együttes erőfeszítése, hogy 2,1 Celsius fok alatt maradjon a bolygónak a felmelegedése, az ipari forradalom előtti időkhöz képest, szóval, hogy miközben mindenki arra számított az elmúlt néhány év történései alapján, hogy az bőven el fog érni a 3,5-4 fokot is, ami nagyon nagy baj, szóval, hogy az ismert világunk, a most ismert világunk kipusztulását jelenteni. Szóval ez a 2,1 fok, ez elégséges lehet arra, hogy a Föld nagyjából olyan maradjon, mint amilyennek megismertük, vagy megszerettük. Olyan évszakokkal, hát most már most is mások az évszakok, mint voltak, de hogy jellegében hasonló maradjon a bolygó, szóval ez megelőzni a katasztrófát. Ami hihetetlen jó hír, és persze ilyenkor sokan mondhatják azt, hogy hisszük, hogyha látjuk, és az elmúlt években is fogadkoztak különböző politikusok, és nem történt semmi, de hogy a lényeg az, hogy ez nem igaz, hogy nem történt semmi. Nagyon-nagyon sok minden történt, és történik folyamatosan. Szóval ez egy bolygó, amin 7 milliárd ember van, és kialakult viszonyrendszerekkel, kialakult technológiákkal. Ebbe belenyúlni az egy hatalmas erőfeszítés, és megváltoztatni ezeket a struktúrákat, az nem egyik napról a másikra történik, hanem az egyik évtizedről a másikra. A lényeg az, hogy a tendenciákat lássuk, és azok jó irányba mutassanak. Sziasztok, szép napot! Szóval, pont a múlt héten volt egy műsor, amikor is ellátogattam egy olyan házba, ahol napelemekkel oldják meg az energiaellátást és hőszivattyúkkal a fűtést, ami egy ilyen nagyon-nagyon környezetbarát megoldás, hiszen egyrészt a napból származó energia az tiszta, másrészt a hőszivattyú az nagyon-nagyon hatékony. És hát felmerült a kérdés, hogy oké, de nyáron termel alapvetően a naperőmű, és hát télen nem tudunk hozzáférni ahhoz az áramhoz, amit nyáron megtermeltünk, hiszen akkumulátorokban csak ilyen 1-2-3-4 napra, esetleg 1-2 hétre elegendő energiát tudunk felhalmozni, de nyilvánvalóan
hogyha akkora aksit akarnánk, ami mondjuk a nyáron megtermelt energiát télen is le tudná adni mondjuk a fűtéshez, akkor hát házak helyett aksikat kéne építeni, és az sem környezetbarát, de pont tőletek jött például egy tök jó megoldás erre a problémára. Igen, konkrétan ti küldtétek be azt a videót, amiből kiderül, hogy Németországban például hidrogénben tárolják az elektromosságot, szóval hogy hidrogént állítanak elő nyáron, és hát a rövid távú energiatárolás az ott is akkumulátorokkal oldják meg, ami mondjuk holnap kell, vagy holnap után, viszont amikor télen kell nagyon sok elektromosságot leszívni, vagy hozzájutni valamilyen módon, akkor a nyáron létrehozott hidrogénből tudják mindezt megoldani, és hogy ez a rendszer ez működik. Egyelőre még baromi drága, de hát először minden fejlesztés úgy kezdődik, hogy baromi drága, és persze megfizethetetlen mindenkinek, de ezen kell hőbörögni, mert hogy régebben minden megfizethetetlen volt mindenkinek, most meg már tök oké, hogy van lámpánk, meg mindenkinek van tévéje, meg nagyon sok embernek van autója, holott 10-20-30-50-100 évvel ezelőtt ezek megfizethetetlen dolgok voltak, tehát tök felesleges azon kiakadni, hogy hú, most mennyibe kerül, mert majd lesz nap, amikor nem kerül ennyibe, de az kell, hogy először megvegyék azok, akiknek nem a pénz számít, hanem mondjuk az, hogy tegyenek valamit a bolygóért bármi áron. Emiatt lesznek majd egy nap olcsók ezek az eszközök. És az emberi faj az tök híres arról, hogy mennyire ügyesen tud elcseszni mindent, aztán utána milyen energiákat tud mozgósítani annak érdekében, hogy ezt a sok elcseszést helyrehozza. És nagyon sok olyan válság volt már a történelmünk során, ami valamiféle kipusztulással fenyegetett, de hogy mindegyiket sikerült valamilyen módon megoldani a tudomány meg a technika segítségével, csak nem szabad nagyon szkeptikusnak lenni, meg nem szabad nagyon-nagyon türelmetlennek lenni, mert akkor nem fogjuk támogatni azokat a folyamatokat, amik láthatóan jó irányba mutatnak, és amik láthatóan jobbá teszik majd egy nap a világunkat. Volt idő, amikor mindenki biztos volt abban, hogy az emberiség ki fogja pusztítani magát atombombákkal, és erre most is megvan az esélyünk, de azért kisebb az esélyünk, mint amilyen volt 50 évvel ezelőtt. És a 80-as, 90-es évek sláger témája volt az, hogy annyira elpusztítottuk az ózonréteget, hogy az nyilvánvalóan a Föld elpusztulásával fog járni, és ha folytattuk volna az addigi tevékenységünket, így is lett volna, ehhez képest most 2020-ban ez már nem probléma, mert hogy tettünk erőfeszítéseket, és a helyzet napról napra javul. Szóval persze elkezdtünk erről a problémáról beszélni mondjuk 8-10 évvel ezelőtt, és még így varázsütésre nem javultak meg a dolgok, de a tendenciák már egyértelműek, a szándék az egyértelmű, és hogyha ez ilyen 20-30 éves távlatban elhozza azt, hogy a bolygó az élhető, fenntarthatóbb és tisztább lesz, mint az ipari forradalom óta bármikor, akkor az egy nagyon-nagyon gyors beavatkozás. Az egy baromi gyors eredmény, és akkor nem húznunk kell a szánkat rá, hanem azt mondani, hogy basszus, megint megcsináltuk. Egy hatalmas szart hoztunk létre, de ezt a szarkupacot valahogy elástuk, és megoldottuk a problémát. Szóval, hogy én azt mondom, hogy legyetek bizakodóak, és nem csak, hogy várjatok türelemmel, hanem mindenki tegye meg aktívan, amit a saját életében meg tud tenni, de hogy a helyzet javul. És hogyha mindannyian azt gondoljuk, hogy ennek javulnia kell, akkor a politikusoknak sem lesz nagyon más választása, mint hogy javítsanak a helyzeten, és láthatóan ebbe az irányba is tendálunk. Ami tök jó. Na, szóval a mai adás az ennyi. De tudjátok, holnap találkozunk. Sziasztok!